A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsorában, a kezdőkörben, amely megint indulhatna úgy, mint az előző, meg az azelőtti, meg az azelőtti, most már nem tudom, hetek óta tartó műsor folyam, amelyben keserű, kicsit indulatos, ironikus és mindenképpen végtelenül rosszkedvű beszélgetésben a fehérvári futball mélyrepüléséről beszélünk. Nem tudom azt mondani, hogy ez ma sokkal vidámabb lesz, de nem ezzel fogjuk kezdeni, csak azért sem, hiszen azért vannak olyan témáink, amelyek optimizmusra, de legalábbis jobb kedvre adnak okot. Úgyhogy belevágunk ebben a témakörben. A mai vendégeink Ember Norbert, az Oldalvonal Vlog vloggere, szerkesztője, egyébként RBD tagként, videóton szurkolóként, nyilván a foci kapcsán azért kellően neki keseredett stúdióvendég, Farkas Szilárd kollégánk, a Média Centrum szerkesztője, és itt van velünk Gál Péter Pál, a Fehérvár AV 19 SC elnöke, a Jégkorong csapat illetékese, és mivel Jégkorong világbajnokság zajlik ezekben a napokban Tamperében, a magyar válogatott ugye soraiban számos fehérvári hokissal már két mérkőzésen túl van, és itt a műsor és a felvétel napján készül a harmadikra, ezért igazán megérdemlik a srácok, már csak azért is, mert Fehérváron azért a jégkorong mégiscsak egy kiemelt sportág, hogy beszéljünk róluk. Annál is inkább, mert azért a világbajnokság mellett is van téma nyilván, hiszen a szurkolókat rettenetesen foglalkoztatja ilyenkor már, hogy a következő jégre lépésnél kik viselik majd a volán mezét, és hát ennél illetékesebb vendég, mint a klub elnök, nem lehet ebben a témában. De kezdjük a VB-vel, amelyre úgy utazott ki a magyar válogatott, hogy nyilván története során harmadszor a világ elitjében játszva semmiféle teher nem nyomja. Eddig ugye kétszer ott voltunk, kétszer kiestünk, azért sem érte semmilyen szemrehányás a csapatot, hiszen óriási dolog már maga az, hogy bent van az elitben. De hát ahogy mennek az évek, ahogy fejlődik a magyar jégkorong infrastruktúrában, játékos állományban, külföldi tapasztalatban, mindig egy kicsit reménykedünk, hogy hát ha most sikerül az a eddig még nem volt bravúr, hogy meg is ragadunk az élvonalban. Hát két vereség van a csapat mögött, tekintve, hogy milyen ellenfelekkel szemben, talán ez nem meglepő. Az amerikaiak ugye jóval simábban vertek minket a második mérkőzésen, de összességében van-e bármilyen reményetek a tekintetben, hogy esetleg egy mai vagy egy következő napokbeli bravúrral a csapat elérheti ezt a fantasztikusnak tűnő bentmaradást? Hát innen távolból Fehérvárról azt gondolom, hogy mindenképpen van. Hát remény mindig van, amíg a pakkot bedobják, és az utolsó percben még reális esély van arra, hogy a csapat valami jó eredményt harcoljon ki a jégen. Tulajdonképpen, ahogy én figyeltem a srácokat, a megnyilatkozásaikat, talán az átlagnál egy kicsit többet tudok a nem média publikus gondolataikról most is. Most média publikusra teheted őket. Most média publikusra tehetem, hogy tényleg komolyan gondolják a srácok, hogy esetleg most eljön a harmadik elit részvételünk alkalmával az a pillanat, amikor esetleg ki tudunk harcolni egy történelmi bentmaradást egy elit világbajnokságon való megmérettetés során. Nagyon nem lesz egyszerű, ezt azért ők is tudják, mi is tudjuk, mindenki tudja. Ahogy említetted a felvezetőben, két vereségen vagyunk túl, gyakorlatilag két borítékolható vagy papírforma szerinti vereségen vannak túl a srácok. Ebből nem is kell messze menő következtetéseket levonni tulajdonképpen. Ráadásul ha azt az apró kis szakmai részt tudod, mindig szoktam mondani, hogy én azért nem szakmáznék, mert nem az én feladatom a klubnál, de véleményem az van, és most is azért az van, hogy nyilván egy amerikai válogatottal szemben soha nem voltunk, és egyelőre az elkövetkező pár évben belül úgy néz ki, nem is leszünk esélyesek. Ugyanakkor mi egy nagyon komoly energiákat felemésztő nyitó mérkőzésből érkeztünk, az amerikaiak pedig mégiscsak egy pihenő nap után érkeztek ebbe a mérkőzésbe, azért ezen a szinten, amikor különbség van, még különösen meglátszik. Úgyhogy semmilyen, szerintem emiatt semmilyen
rossz szavunk nem lehet a srácokra. Oda tették magukat, gólt lőttünk minden mérkőzésen, eddig igyekeztünk kihozni magunkból a maximumot. A szakma úgy gondolja, és Kevin Konstantint ismerve ő ezeket a statisztikáira, az elemzéseire alapozva mondja, hogy a mai mérkőzésen a franciák ellen, vagy az utolsó mérkőzésünkön a csoportban a sógorok, az osztrákok ellen van reális esélyünk arra, hogy pontokat szerezzünk, annyi pontot, vagy úgy szerezzünk győzelmet, hogy az elég legyen a csoportban a bemaradásra. Ez nyilván ezt ugye mindenki tudja, hogy az utolsó hely elkerülésével van jó esélyünk elérni. A mai esti mérkőzés nagyon sok mindenre választ fog adni. Én néztem a franciáknak az első mérkőzését a VB-n, pont az osztrákok ellen egyébként, ők rögtön egymással csatáztak az elején. Masszívak, de nem verhetetlen az idei kerete a francia válogatottnak. Nyilván a szakmanállam sokkal jobban kielemzi, és sokkal mélyebben látja ezeket a dolgokat. A hokiban élő külső szemlőnként azt mondom, hogy idén ez egy olyan francia válogatott, akivel ha jó napot fogunk ki, ha mindenki jó lábbal kell fel, ha mindenki a feladatára összpontosít, nincsenek olyan hibák a játékban, ami egyébként pont az USA ellen, pont ami mi az egy milyen meghatározó játékosunktól, a Jancsitól érkezett. Ha ezeket le tudjuk redukálni a nulla közelire, a Brunya megint kifog egy jó napot, akkor lehet szansunk arra, hogy elérjünk egy olyan eredményt, amire mindenki büszke lehet. Ja, érdekes, mert ez az osztrák, francia, magyar, valószínűleg ez a három alakot úgy is gondol egymásra, hogy nekik a másik kettőtől kell megszerezni a bentmaradáshoz szükséges pontokat. Érdekes szituáció lenne egy körbeverés adott esetben, hiszen akkor viszont az dönteni, hogy a további riválisok ellen ki lesz képes bravúra, vagy kevésbé kikapni. De még visszatérve, ugye a dánokkal játszottuk az első mérkőzést, amire lehet azt mondani, hogy szintén papírforma vereség volt, de elnézve tényleg a riválisok teljes névsorát, talán még az is egy olyan meccs volt, ahol talán volt, aki reménykedett benne. Spiller István, azért merem mondani, nem a magam nevében, ugye a magyar hoki emblematikus média szakértője, Spiller Pista, tényleg nem ismerek nála alvatottabb, és főleg jobb dumás hoki szakírót, minden közvetítésben ott van. Ő például a Facebookon egy vagy két órával a meccs előtt azt írta, hogy neki jó érzései vannak itt a mai meccs kapcsán. Hát aztán a dánok nem annyira voltak erre tekintettel. De összességében, ha a felkészülést is nézzük, azt, hogy a magyar válogatott azért sok felkészülési meccset játszott, ezek zömében vereséget is szenvedett, amire mindig rá lehetett mondani, hogy más periódusában volt épp a felkészülésnek, mint az ellenfelek. Én úgy éreztem, hogy tényleg egy nagyon nagy bravúr kell ahhoz, hogy ez a bentmaradás meglegyen, ami egyáltalán nem rossz indulatból mondom nyilván, hanem már azért, mert azt érzem, hogy ez a magyar válogatott ezért ebben az elit mezőnyben még mindig tényleg ott a legszerényebb lehetőségekkel és talán képességekkel is rendelkezik. Hát szerintem fontos azt is kiemelni, hogy a szimpatikus szövetségi kapitány Kevin Konstantin nyilatkozatát, aki szimpatikusan és nagyon realistán nyilatkozta még a világbajnokság előtt, hogy fontos kiemelni azt, hogy miért vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert ugye a fehér oroszokat és az oroszokat kizárták. Ez nekünk egy kedvező feltétel, egy szerencsés állapot, hogy itt lehet a csapat. Ezért nem is szabad úgymond elvárásokat támasztani. Nyilván, hogy most itt van a csapat, így mindenki megpróbálja a lehetőségekhez képest a legtöbbet kihozni magából, ugyanúgy, ahogy a szövetségi kapitány is a játékosokból. De nem lehet az elvárás, hogy bennmaradjunk, illetve olyan szempontból, hogy a jobb csapatok ellen győzzünk, bár ugye tudjuk, hogy Konstantinnak a múltjában volt már olyan, sőt legtöbbször olyan volt, hogy a gyengébb csapatokkal is el tudta kapni a nagyobbakat, ugye éppen 94-ről írtak, amikor az NHL-ben megverték a sokkal esélyesebbnek tartott segítségnek a San Jose-val, igen. Hát nem is tudom ki, talán Detroitot, de Detroitot, így van, így van, én is így emlékszem. Tehát, és azt is tudni kell, hozzá kell tenni, hogy ugye az amerikaiak, akiktől most nagy arányú vereséget szenvedhetünk volna nagyobb arányút is, mielőtt még tart a bajnokság, és én úgy tudom, hogy soha nem a legjobb játékosaikat hozzák el a világbajnokságra. Igen, az NHL csapatokban azért az NHL-le párhuzamosan egy világbajnokság mindig ezzel a dilemmával küzd. Igen. De láttuk Kanadát itt az MVM Dome-ban, láttuk most az amerikaiakat, hát azért nekünk legyen mondva az ő problémáik, hogy milyen a második soruk. Milyen a második soruk, hát igen, meg is mutatták, hogy milyen a második soruk, ugye most az európai csapatoknak, nekünk is.
És hát a többiekkel most már, hogy itt vagyunk, most már úgy kell tekinteni a többi mérkőzésre, hogy ez egy lehetőség, olyan lehetőség, amit ha itt vagyunk, akkor meg lehet és meg kell ragadni. Igen, azért egy kis adalékot azért tegyünk hozzá még az általad elmondottakhoz, mondjuk a Dán meccsel kapcsolatban. Egyrészt azt, hogy igen, Spiller Pista szeret egyébként is optimista lenni, és hamar elragadja a hurrá hangulat, ami nagyon rendben is van, nincs ezzel semmi probléma. A dánok egy 17-2-es lövési mutatóval végződött első harmad mutatták meg, hogy ők miért is jöttek erre a VB-re, és az NHL játékosuk lőtt nekünk két gólt. Egyébként a gép, hogy befutott a VB-re, az 6 millió dollárt keres évente, azt hiszem ezt nem kell sem a honi, tehát még az európai hoki fizetési és jövedelmi viszonyok között sem mondanom, hogy mit jelent, és aki olyan értékes játékos a csapatának, hogy az utolsó pillanatban tudtak megegyezni a biztosítási szerződéséről a dán szövetséggel, illetve a csapata, a Vancouver. Tehát olyan játékosról beszélünk, aki 500 NHL meccsen 300 valahány góllal most is beütött, hogyha lehetőséget kap, akkor azzal élni is fog, és a dán csapat egészen máshova pozícionálja magát, egészen más célokkal érkezett arra Weber, mint mi. Ugyanakkor a dánok második mérkőzése a mai ellenfelünkkel, a franciákkal volt, ahol azért a franciák összehoztak, összekapartak. Nem, azt a mérkőzést nem láttam. Mindenesetre egy 3-3-as végeredmény után egy hosszabbításos vereséget szenvedtek csak a dánoktól. Így van már 3 pontjuk egyébként a mai ellenfelünknek. És hogy mennyire készülnek valóban mindenki ezen a szinten arra, hogy ki kell lejátszák a fontos mérkőzéseket. Ugye a francia-osztrák meccs is egy döntetlennel végződött első mérkőzésként a csoportból, ahol pontoskodással ott viszont a franciák jöttek ki jobban az overtime-ból. Tehát már mind a két kvázi ellenfelünknek, akikre készülünk, már pontja van ezen a VB-n, ezt sem szabad elfelejtenünk. Nekünk ma lesz az a mérkőzésünk az első, ahol elvileg úgy határoztuk meg magunkat, és Kevin Constance úgy határozta meg, hogy itt esetleg lehet keresni valónk, ha kellő alázattal, maximális odafigyeléssel, hibák nullára korlátozásával és egy jó kapus teljesítménnyel tudunk előrukkolni. Azért ezen a VB-n látjuk, hogy a VB-n is, aki esetleg az NHL-t követi, láthatja a playoff mérkőzéseken, hogy egy-egy jó kapus teljesítmény egyébként mit jelent, milyen tartást jelent, akár egy gyengébb csapatnak is, de sokszor egyébként a magasabban jegyzett csapatoknak is. Elég, ha megnézzük a tegnapi mérkőzésen, mondjuk ha ide citálhatom, mondjuk volt egy szlovák-kanada meccs, hát ott mind a két kapus, akik 22 éves fiatal kapus tehetségek, igazán ott már ezt nem tehetségnek hívják, ugye egy montreáli, illetve gyakorlatilag egy pozsonyi kapus srác tett annyit hozzá, hogy egy döntetlen meccsen mind a két csapatból ők lettek a mérkőzés játékosai, és hihetetlen volt nézni, hogy milyen tartást adnak, és hogyan tesznek hozzá ahhoz, hogy két ilyen csapat, nálunk magasabb jelentett csapat döntetlenre végezzen. Szóval nagyon sok fog múlni Brunyán is. Na, ezt akartam mondani. Igen, és ráadásul ugye azt se felejtsük el, hogy Rajna Miklós pedig ugye sérülés miatt az utolsó pillanatban kivált, tehát pont ezen a kulcsposzton azért szűkültek a magyar válogatott lehetőségei. Nagyon fontos volt, amit Szilárd is említett, és nem szabad elfelejteni, hogy valóban a körülmények úgy alakultak, hogy ugye nekünk Szlovénia mögött egy második hely is elég volt a feljutáshoz ezúttal, ami alap esetben nem így történt volna, nincs ez a sportdiplomáciai történet a két válogatott kizárásáról, de valahogy a magyar hoki romantikájához éppen azt tartozik hozzá, és ott kezdődött ugye ez a csodálatos történet íródni, nem kis részben itt Székesfehérváron, amikor tényleg mindig erről felül teljesített. És ez a volára előrelépve a magyar bajnokságból egy interligába, aztán egy osztrák bajnokságba, aztán az osztrák bajnokságba rájázásba jutva, párhuzamosan a válogatottba olyan tapasztalatot hozva, hogy a szurkolók szinte hozzászoktak, hogy ha magyar hoki, akkor valami csoda van. Hát most nyilván a csodák csodája ez lenne, hogyha ebben a mezőnyben a magyar válogatott pontokat tudna szerezni. Régi sztori ugye, hogy a foci szurkolók azért rendszeresen kint vannak, meg szeretik, meg talán a második legközelebb álló sporták hozzájuk a jégkorong, úgyhogy gondolom azért te is figyelemmel kíséred. Így van, én is figyelemmel kísérem, és megmondom őszintén, én meg is lepődtem ezen a dán meccsen, mert én sokkal rosszabb eredményre számítottam, és az, hogy az elején két emberelőnyös gólból kaptuk a helyzetből kaptuk a gólokat, azért azt mutatta, hogy ez nagyjából rendben volt a védekezés a mérkőzésen. Amikor a lövőlap az nagyon felborult, az nagyon látszott, de úgy éreztem, hogy azért, jól emlékszem, Bár is jól védett ezen a mérkőzésen. Ami nagyon szembetűnő volt, hogy rengetegszer hatalmas zicserekbe tudunk kerülni, és még passzolunk egyet, még tolunk egyet, túljátszunk a helyzeteket. Nagyon sokszor túlgondoljuk, ez Kanada ellen is a MVM Domba is látszott. Azon a barátságos meccsen volt szerencsém ott lenni, fantasztikus hangulat volt, 15 000 nézővel.
most is borsózik a hátam, ez méretlen volt. Volt szerencsém Amerikában is mérkőzésen lenni, és tényleg tisztán így a hangulat volt, nagyon jó volt. És most is azt érzem egyébként a válogatotton, hogy meg lenne a plusz, csak valahogy mindig túl gondoljuk, vagy túl akarjuk, vagy nagyon szépen akarjuk megoldani, vagy túl egyszerűen. Például amikor gólt kaptuk Amerikától az egyenlítést, hát így oda passzolni az ellenfélnek a pakkot. Hát ezek ilyen, ilyen bosszantó hibák. De ezek azok a hibák, amit gondolom azért az ellenfél is kikényszerít, mert tényleg ilyen színvonalú játékosok ellen ritkán játszanak. Hát. Én nem voltam ott ezen a Magyar-Kanada meccsen, ismerősen mesélt, hogy Zsófi, aki azért a magyar mezőnyben, meg ugye viszonylag nemzetközi szinten is a kemény az ütközés, a bátran belemenő játékosok közé tartozik, és hát úgy pattant le valamelyik ellenfeléről, mint hogyha a falnak ment volna neki szó szerint. Aztán pont a Glászról egyébként, de lehet a Lucsics is, ahogy korcsolyázott meg, ahogy a pakot kezel, tehát az ember szája tátva marad, hát ezek az emberek tényleg hát eszméletlen. És az Amerika meccsen és a Bonino is, amilyen gólt lőtt, meg a Tak is, ahogy játszott, hát zongorázni lehet a különbséget. De én azt gondolom, lőttünk egy gólt, és vezettünk Amerika ellen. Ez egy nagy fegyvertény szerintem, és erre kell alapozni. És a franciák és az osztrákok ellen kikimérkőzések vannak. Ha szerencsénk van, a sógorok nem szereznek pontot, mert azért annyira nem voltak jók, ők se helyezett kihasználásba, mert a francia meccsen a meccs két harmadában nekik állt a zászló, sokkal jobban játszottak, főleg a harmadik harmadban szétlőtték a francia kaput, és csak egy gólt tudtak azt szemlőni, és ez nagyon karcsú, és talán egy ilyen buta kiállítással emberelőnybe voltak a franciák, és egy óriási góllal nyertek. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy ha az osztrákok nem szereznek pontot, ők foghatók lehetnek az utolsó meccsen. Az egy igazi kiki meccs lesz. Hát ez egy nagyon szép presztízs lenne, azért ott a két csapatban bőven van játékos, amelyik ismeri egymást a klub szintéről is, és hát ilyenkor azért mehetnek a szurkapiszkák. Az Salzburgi különítmény, ugye? Az Salzburgi sorban. Lenne miért ellenük, igen, lenne az Salzburgiak ellen miért revansot venni. Egyébként csak a helyzet kihasználásra egy szót, ahogy én látom, egy kicsit, tehát az egyik legnehezebb dolog, amin túl kell lendülni, és amit a srácoknak meg kell tanulni, az a mérkőzés intenzitások közötti különbség, a sebesség különbségből adódó időnek a lerövidülése a döntéshozatalra. És ami az Erste Ligában, de akár a mi bajnokságban még az Ice Age-ben is elég lehet arra, hogy dönthetsz úgy, hogy húzol még egyet, mert tudod, hogy képes vagy rá, van rá időd, és nem fogod érni, az itt nincs. És ezen az első két meccsen ezt meg kellett tanulni. Én abban bízom, hogy a srácok azok tanulékonyak, és pont arra a meccsre, amire majd nagyon fontos lesz az utolsó meccsekre az osztrákok ellen, akkor egy hasonló ligasebességből, a csapat jó része hasonló ligasebességből érkezik majd az osztrákoknál is, és addigra viszont mi megtanuljuk, hogyha helyzet van, akkor el kell lőni, akkor a kipattanóra kell utazni, mert ez egy elit VB, ez egy divízió 1A vagy B, ahol van időd meghúzni azt a cselt, mert tudod, hogy te képességben ott vagy, esetleg jobb vagy, van időd, a másik nem képes rá, itt nincs olyan, ezt nagyon jól látod, igen. És azt gondolom, hogy ebben tudunk fejlődni. Ezt nem lehet megtanítani, ezt a mérkőzések sorozatán kell a játékosnak a saját tapasztalatából leszűrni, és a végén készségé válni, hogy az adott helyzetet abban a pillanatban, vagy az adott pillanatot abban a pillanatban helyzetté lövéssé változtassa, tegye, mert különben az a pillanat elszáll, sőt, ezen a szinten abból rögtön kb. 5 másodperc múlva a mi kapunknál van olyan helyzet, amit esetleg az ellenfél óra is van. Jön egy breakaway 2-1, és vége is van. És vége, hogyha nagyon belelendülsz, akkor backcheck nincs, vége, gól. Ami nagyon sokat számíthat, és említettétek is a kapus teljesítmény. Például az osztrákok meg a mai meccsen, ugye meddigre kikerül ez a műsor, lehet már véges lesz a mérkőzésnek, nagyon-nagyon sokat fog számítani az aktuális kapus teljesítmény. Ez itt mérleg lesz. Hogyha rossz napja van a kapusunknak, akkor bármit csináltunk, ezt a meccset elveszítjük. Viszont ha jó napja van, szerintem van annyi bennünk, hogy meg lehet. Egy pont is jó, mert onnantól kezdve akkor magukat értik az osztrákokat. És azért nem a finnek, nem a svédek, meg nem is a németek ellen kell mutatni. A németek nagyon feljavultak egyébként, látványosan feljavult a német jégkorong az elmúlt években. Az egyik leglátványosabb. És rengeteg ugye NHL játékos is van már náluk. És ami nagyon érdekes még, hogy a Galló és például a Sebőknek a sebessége kimagaslik a magyar válogatottból. Annyira gyorsak fejbe a többiekhez képest. Látszik, hogy más ligákba edződnek, nagyon látszik, hogy más szint egyszerűen. Hát a mi ligánk az persze nekünk kedves, és mi abban bízunk, hogy azért az, nyilván az Ice League-ben edződve, ami szintén több nemzet ugye hoki kultúráját ötvözi, azért a magyarok is felszednek annyit, amennyi adott esetben egy ilyen bravúrhoz kell. Nem tudom, hogy a fehérvári különítménnyel hogy vagytok megelégedve, eddig élén persze a kapitánnyal, aki maga ugye gyakorlatilag a kapocsa számunkra kedves két csapat között.
Hát erről még egy kicsit talán korai beszélni, hogy egyébként Viktor, Szélig Viktor, ugye a GM-ünk folyamatosan beszél úgy pár naponta Kevin Konstantinnal egyébként, és nyilvánvalóan kitérnek a magyar játékosokra is, meg a válogatott keretben lévő más magyar srácok teljesítményére is nyilvánvalóan, hiszen mi is monitorozzuk azért a lehetőségeket a következő szezonokra, tehát ez sem titok, de ha esetleg a kérdés arra is rendszer, hogy én hogy látom a dolgokat, hát én úgy látom, hogy vegyes a kép. Tehát van egy-két srác, például Bartal is itt tudnám említeni, aki az amerikai elleni mérkőzésen azért megmutatta, hogy miért szeretjük, hogy képes ő is azt a sebességet generálni a játékában, ami ezen a szinten azért már elég. Hát elég csak agóra gondolni az USA ellen, hogy kvázi a Sofi lőtte és a Szabó Bence, aki szintén volt játékosunk, adta azt a nagyon, nagyon szép keresztpaszt, amit egyébként az első meccsen is, amivel megkínálta a Sofit, de az egész abból fakadt, hogy az Isti felvállalt egy gyorsulásos betörést, egy kapura lövést, egy kapu megkerülésből, egy korong visszaszerzésből szereztük aztán az első gólunkat. Ugyanakkor a Jancsit már említettem, az ő korában, az ő érettségével és tapasztalatával egy kicsit én szeretnék majd a jövőbe többet tenne bele, de ismerve őt egyébként nem csodálkoznék, hogyha majd a francia és az osztrák meccseken azt a hárit látnánk, amit minden szurkoló szeret egyébként, és azokat a passzokat és azokat a lehetőségeket fogja tudni adni és teremteni a többieknek, amit itt Fehérváron is megszoktunk a mérkőzések döntő többségében. A hátvéd kontingens összességében azt tudom mondani, hogy talán rájuk áll a legnagyobb feladat. A magyar hokiban, ahogy egyébként az európai hoki több országában is a nemzetközi elithez képest a hátvéd kontingensben van a legnagyobb, nem lemaradásunk van, nem ez a jó szó, hanem a legszűkebb merítési lehetőségünk nekünk is. Magyarország hátvéd poszton nem áll jól, nem nagy a verseny a srácok között. A nemzetközi szinthez képest mondom, de ahhoz képest egyébként nagyon, nagyon szépen teljesítettek most függetlenül a 7-1-től a Brunyával, illetve a Horváth Domával együtt a két mérkőzésen. Nagyon fontos lesz, hogy ezt tudják tartani. Nyilván ez hozzájárul az is, hogy Kevin egy nagyon nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező edző, és olyan taktikát és olyan fegyelmet igyekezett belég súlykolni a nem véletlenül. Ő maga is nyilatkozta egyébként, ahogy már citáltad is őt korábban, hogy lehet, hogy szokatlan a magyarok számára, hogy egy VB előtt 11 vagy 12 felkészülés mérkőzés játszik egy válogatott, de ő úgy érezte, hogy az alapoktól kell bizonyos dolgokat elsajátítatni a srácokkal, és ez döntően egyébként a védekezésre vonatkozik. Ha ezt végig tudjuk tartani, fejben nem fogunk úgy elfáradni, és lesz oxigén a következő meccseken is, akkor ez egy nagyon fontos elem lesz a magyar válogatottnak, és egy nagyon fontos téglája az esetleges sikerünknek, hogy ezt a részét mennyibe tudjuk. Én ott egyelőre megemelem a kalapomat, mert a saját képességeinkhez képest, és ahhoz képest, hogy milyen tapasztalat és rutin van mögöttünk ilyen sebességű mérkőzések lejátszásában, főleg védelem tekintetében, hát akkor azért ők jönnek a legmesszebbről, ezek a srácok, és nekik a legnehezebb a feladat, mert a csatára közül azért vannak páran, akik játszottak már magasabban jegyzett bajnokságban, játszanak most is, megkóstolták már az európai elit hokit egy-két szezon tekintetében, ott egy kicsit nagyobb a merítés, könnyebb a helyzet. Uh-huh. Tehát így összességében én ezt látom. Van még pár srác, Csani is, akitől azt várom, hogy majd ezeken a kiki mérkőzéseken francia, osztrák, hát a német az nagyon jól mondtad egyébként, az utóbbi 5 év legnagyobb fejlődése talán a német válogatók itt európai szinten. Pariba tudnak lenni. Lejátszották a 3 legnehezebb mérkőzésüket, a három nagyon elit ellenfelükkel, és mind a három mérkőzésen egyetlen góllal egy hatalmas mérkőzés utolsó másodpercig tartó küzdelemben maradtak alul, úgyhogy el tudjuk képzelni, hogy mit fognak rákerültetni, milyen sebességet és milyen. Szerintem ahhoz képest a Dán egy laza előjáték volt. Most kiesett az Oilers, szóval még lehet, hogy még csatlakozik is, ugye Draisaitl például. Hát nem nagyon tudok olyan labdajátékot elképzelni, hogy a németekkel kellemes játszani egyébként sem. Most még a hokiban is benne, még vízilabdában talán jobbak vagyunk.
Hát a jégkorunk témát lassan lezárva azért természetesen nagyon szurkolunk a magyar válogatottnak innen Fehérvárról, de ha már itt van velünk a Hydro Fehérvár AV19 vezetője, akkor azért arra is térjünk ki, hogy mondta, hogy monitorozgatják itt a mezőn, gondolom néhány dán amerikai név bekerült a noteszbe, hogy szeretnétek jövőre igazolni, jönnek, csordogálnak azért a hírek, és ugye a szurkolók tényleg nagyon kíváncsiak ilyenkor. Hát még május közepén járunk, nyilván semmi fajta lemaradásban nem vagytok, de hogy érzed, hogy alakulgat a következő keret? Hát, most ott tartunk, ha Dreisaitl nemet mond, akkor Ehlerst megkínálunk. Jó. Jó, tehát a viccet félretéve persze, természetesen dolgozunk, monitorozunk. Most megmondom őszintén, hogy a világbajnokság idejére most van egy kis szünet tekintetben. Most mi, ahogy egyébként Európa klubcsapatainak zöme, kivárunk, egy kicsit megnézzük, hogy mi történik a világbajnokságon. Ilyenkor egyébként az ügynökök, a játékosok is kérnek egy kis szünetet, szeretnének ők is a VB-re, a játékra koncentrálni, meg legalábbis azon a szinten, akik esetleg ott érdekesek lehetnek. Az ügynökök is döntően ott vannak a scoutokkal, és utána fel fog élénkülni ez a piac. Gyakorlatilag a jövő évi keretünknek, ugye, aki figyelte a bejelentéseinket így tavasszal, késő télen tavasszal, az láthatta, hogy azért a keretünknek egy jó része idén is egybe lett tartva. Ugye már jó ideig dolgozunk Szélig Viktorral, hogy már az aktuális bajnokság elkezdés után pár hónappal, ilyen november táján már azt figyeli a szakma, hogy kire fog a következő csapat, a következő szezon csapata épülni, kik azok, akik érdemesek arról, hogy már most beszélünk a hosszabbításról. Az általában eltart január közepéig, akkor mi szerettünk egy kicsit megállni, ott általában fontos időszaka jön a Fehérvári csapat életének, hiszen a play-offba kerülést most már szeretnénk, hogyha minden évben egy alapvető elvárássá változna, és egy teljesíthető is lenne, de meg kell adni hozzá azt a szellemi nyugalmat is a játékosoknak, hogy nem akkor beszélünk folytatásról és egyéb dolgokról, aztán pedig, hogyha az teljesült, akkor majd a bajnokság végétől elkezdődnek ezek a megbeszélések. Nálunk is van, nem titok, olyan magyar válogatott játékos, aki most kint van és kérte, hogy ez idő alatt ne beszéljünk a folytatásról, lejáró szerződéses játékosok velük, majd a világbajnokság után ülünk le. Tudjuk, hogy benne van a pakliba, hogyha esetleg futnak egy jó VB-t, el tudják magukat adni az ügynökükön és a játékokon keresztül, akkor benne van a pakliba, hogy egy színvonalasabb bajnokságban esetleg lehetőséget kapnak. Mi erre a múltban is, és most is azt mondjuk, hogy akkor együtt fogunk velük örülni, és kíváncsian várjuk, hogy egy magyar játékos egy magasabb szintű bajnokságba eljutva mire lesz képes, hogy tudja elvinni a fehérvári hoki, a fehérvári műhely, meg a magyar hoki hírét és képességeit. Ha nem, akkor természetesen szeretnénk, hogyha Fehérváron folytatnák a pályafutásukat, hiszen meghatározó elemei a magyar válogatott játékosok a struktúránknak, amit mi évről évre próbálunk tényleg ilyen alapvetésként tartani. Ugye szoktam mondani azt a Szent Háromságot, hogy a fiatalok beépítése nálunk továbbra is fontos, független attól, hogy milyen bajnokságban játszunk. Az, hogy jó légiós kell, ugye az nem kérdés, hiszen bizonyos szinten az ő feladatuk az, hogy az eredményességet megoldják, és a stabil és meghatározó a magyar válogatott játékosok, ez pedig a koncepciónk része. Uh-huh. Tehát ebből a háromból kell majd összeállni a jövő keretének is, úgyhogy azt se titok, hogy éppen ma, mielőtt időttem a stúdióba, volt megbeszélése az akadémia és a sportigazgatójának és a mi GM-ünknek, már az akadémiából esetlegesen felfelé húzható fiatal játékosoknak a jövőjével kapcsolatban, tehát erre is nagyon figyelünk. A keret 75-70, hát most így nem tudom, 100%-t inkább nem mondanék, de olyan kétharmada már most is megvan. Ugye bejelentésre került egy-két olyan légiós játékos neve, aki most került hozzánk új játékosként, fog bemutatkozni majd nyár végétől, ősztől. Ugye tudjuk, hogy elmentek olyan korábban 3 évig meghatározott játékosok, mint Alex Petán, hogy őt említsem hirtelen, aki be volt már szintén egyfajta akarat arra, hogy váltson, és mi, ahogy ő hoki olasz, ezért nyilvánvalóan a mondjuk a Pusztertának, ahova ment, ugyanúgy nagyon sokat ér, hogy nekünk egyébként egy Hári János, vagy egy Bartalis István, vagy egy Erdély család, tehát megértettem, hogy ott bátrabban és merészebben nyitották ki a pénztárcájukat egy Alex Petán megszerzésére, aki olasz útlevéllel rendelkezik, és nyilvánvalóan a későbbiekben ez fontos lehet.
cserébe hozzánk érkezett ugye Tim McGoley vagy Levens, akik egyébként játszottak már együtt Norvégiában és az Innsbruckban is ebben a ligában. Ettől a játék kapcsolattól sokat várunk, én személy szerint is szeretnénk már bebizonyosodni, hogyha ha korábban játék kapcsolatban jól működő játékosokat együtt hozunk, és egy jó edzőnk van, akkor ebből profitálni fog tudni a klub. Hát meglátjuk, az biztos, hogy szurkolni a volánért megint könnyű lesz majd, nem sokára már ugye egy új csarnokban, megint új reményekkel, és hát remélhetőleg egy újabb sikeres szezonban. Hosszú lenne még ez a téma, ha fejtegetnénk, de muszáj azért tovább lépnünk, és más csapatról is beszélni, hát az optimizmus maradéka nélkül is lassan, amikor 7-1-re kap ki egy magyar válogatott az Egyesült Államoktól, a szurkolók állva tapsolnak, és azt mondják, hogy mekkora dolog, hogy ezek a játékosok éles meccsen, tét meccsen így oda teszik magukat a mieink ellen. Amikor meg 2-1-re kap ki a MOL-Fehérvár felcsúton, akkor meg gyakorlatilag hát temetés zajlik. Ez is mutatja, hogy a sportban a vereség sem mindegy, hogy ki ellen, vagy milyen körülmények között születik. Itt a adás előtt tulajdonképpen megegyeztünk majd, hogy nem abban, hogy elúszott a hajó a MOL-Fehérvár bentmaradását illetően. Ez matematikailag nem igaz, nem is jelentjük ki természetesen, de hát gondolom, hogy aki szurkol ennek a csapatnak, az most már gyakorlatilag az összes keserű pirulát lenyelte. Igen. Ugye? Hát nehéz róla beszélni. Jó múltkor voltam itt nálatok a műsorban, és akkor is beszélgettünk a helyzetről, hogy edzőkérdés van-e, mi lehet a probléma, játékosokkal van-e baj, és nem tudtuk megfejteni ezt a rejtét, és úgy néz ki, a klubban sem tudták megfejteni ezt a rejtvényt. Tavasszal két mérkőzést nyertünk, ez nagyon gyenge, sajnos. Márciusban utoljára azt hiszem, hogy itt mindenki számolgat, hogy mer, ha most a következő kettőt és az ellenfelek nem. Az igazság, hogy tényleg Kisvárdától Mezőkövesden, Újpesten át a Honvédig mindenki villantott valamit, amikor tényleg nagyon nagy volt a szarma, bocsánat. Volt egy extra győzelem, vagy volt egy extra pontszerzés. Mezőkövesd most ugrott 6-ot a Pakstak, ez azért lehet mondani, hogy na így kell menekülni a kiesés elől. Mi megnyertünk márciusban utoljára, azóta eltelt 2 hónap, tehát gyakorlatilag nem nagyon van miről beszélni, nem a körülmények áldozata lesz a Vidia kiesés. Itt a játékosokkal van a probléma. Tehát látszik az, hogy egy olyan mértékű széthúzás van a csapaton belül. Most, amikor ez vége... látszik valóban? Nagyon látszik. Hát veszekednek a pályán. Egész mérkőzésen veszekedés van, a bemelegítésnél idegesek, lehajtott fejek vannak. Nem, tehát tényleg egyszerűen, mint egy vercsere, úgy nézünk ki. A viszonylag újak is, ugye a Csongvai is mondja például, hogy nagyon nincs egyben az öltöző, pedig Újpestről jött ugye nem olyan régen. És ha már az újak is ezt látják, hogy belecsöppennek egy közegbe, és ezt kiismerik mondani, tehát nem bújnak el ott az öltözőbe, hogy akkor én majd ott szép óvatosan el leszek, mert én vagyok az új, és nem lesz hangom, és nem mondok semmit. Lehet, hogy nem mond semmit, de azt ő is látja, hogy ott olyan szintű széthúzás van, ami nem megengedhető. Ennek kéne megtalálni a magját, hogy ez mikor indult, miért indult, és hogy lehet ezt megszüntetni, ez nyilván nem ebben a szezonban nem fog megvalósulni. Hát itt már nem. Viszont a különböző elméleteket szerintem lassan most már ugye itt a hozzászólások alapján ki lehet zárni, hogy hát majd valaki leszól telefonon, hogy maradjunk benne, meg a stb. Mert nem ezen az utolsó két mérkőzésen fog múlni, hanem az előtte lévő 31 mérkőzésen. Így van. Hát a politikát előszeretettel belekeverők, és én nem is mondom, hogy nem lehetne belekeverni a magyar futballba a politikát, de ugye már itt mindenféle okos ember elmondta, hogy majd a Puskás Akadémia megoldja ezt nekünk. Egyébként a Covid előtt nyertünk utoljára a Puskás Akadémia ellen, tehát 8, azt hiszem ez volt a 8. mérkőzés a két 9. csapatban, a 9. a bajnokságban, ami nem hozott fehérvári győzelmet. Úgyhogy lehet, hogy egy 2-3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt ez még egy jó duma volt, semmi realitása nem volt. Illetve az a szomorú, hogy a mérkőzés alapján mégis lett volna és kellett volna, hogy legyen, hiszen azért a csapat emberelőnybe került, végre egyenlíteni tudott, tehát nem azt a tök értelmetlen, kilátástalan valamit láttad, de hát a vége az, és ez már lehet, hogy a karma, hogy ennek a csapatnak már most hiába tesz meg bármit, ennek már eldőlt a sorsa korábban. Én nem tudom, hogy lehet-e még bármiben reménykedni. Hát, ha egy gondolatot hozzátehetnék ahhoz, hogy játékosok, egy kicsit én más sporták klubvezetőjeként, elnökeként, azért azt mondom, hogy azért klubvezetés szinten is ilyenkor magunkba kell nézni. Tehát oké, hogy játékosok, de ha a játékosok előtt nincsen cél és nincs egyértelmű irány,
akkor ott... És valaki ide hozta ezeket a játékosokat. Ott azért egyéb szintek felelőssége is nyilván felmerül, de nem tisztán bájkálni a fehérvári foci csapatnak a struktúrájában és a menedzsment szintű döntéseiben, ezt itt nem is tenném meg. De azért egyébként a Fortuna még így is fogja egy kicsit a vidi kezét hát a tekintetben, vagy legalább a két ellenfél egymással fog játszani. Igen. Mégis mindenkiből azt érzem, most mindenkinek a beszédjéből azt érzem, nem csak itt, hanem a magánbeszélgetéseimben is, hogy már önmagában abban nem hiszünk, hogy ez a csapat ebben a mentális állapotában képes lesz megverni mondjuk az Alegerszeget hazai pályán, nem csak egy döntetlen reputja majd ismét, és akkor az gyakorlatilag kevés lesz. Tehát kicsit úgy érzem, hogy a Fehérvár most egy kicsit önmagában a csapatában nem hisz. És pedig a körülmények egyébként még lehetővé tennék, hogy meglegyen. Én azt gondolom, megrodjant a hit. Megrodjant a hit. 12 csak a játékosoké is. Hát 12-szer kikapni idegenbe, tudod, 15 meccsben. Mondtál egy példát a Puskás. A 16-ból elnézést. Hogy 9 mérkőzés óta nem verte meg a Vidi a Puskást. Ugye eszembe jutott egy párhuzam, hogy nekünk van egy Salzburgunk, ahol éppen beleszaladtunk egy 12 meccses kvázi sikertelenségbe. Csak ott egy fehérvári hoki és egy salzburgi hoki közötti különbség. Az pont ugyanolyan, aminek elvileg a Videoton futball csapatának a lehetőségei és a Puskás lehetőségei között legalábbis induláskor fennálltak, és ott ennek ellenére alakult ki ez a negatív széria, ami nyilván felvet kérdéseket. A játékosokról talán annyit tennék hozzá, hogy egy kicsit hasonlít ez a egy-egy, mondjuk maradjunk a hoki mérkőzés, egy-egy hoki mérkőzésnek a történéseihez. Ha kimész a pályára, és azt gondolod, hogy ez a mérkőzés, és mondjuk ütsz két gólt, és úgy érzed, ez a mérkőzés megvan, akkor képes vagy leereszteni. És ha leeresztettél, az ellenfeled pedig nem, és egyébként képes arra, hogy fölvegye a ritmust és ellenfeledé váljon, meg fog verni azon a mérkőzésen, mert egy mérkőzésen belül nem fogod tudni visszahozni azt az intenzitást, amit te már letettél. Ha kicsekkoltál, nagyon-nagyon nehéz, és csak az isteni jó szerencse ment meg esetleg attól, hogy egy harcos parival lévő csapat utána ne verjen meg a 60 perc alatt. És egy kicsit a Vidi szezonjában azt érzem, és erről vannak információim is nyilván beszélgetésekből, hogy amikor az első egy-két meccs nem ment, nem volt probléma. Ezek a játékosok gondolom egy kicsit ugyanúgy vannak. Egy nagyon sok pénzből felépített franchise-ba kerülnek, amikor ideigazolnak. Az a feeling vesz őket körül, hogy itt te egy kiemelkedő klub, magyar szinten kiemelkedő klubban vagy a kiemelkedő képességeid miatt, te egy jó játékos vagy. Ha ebben a tudatban elkezdesz meccseket játszani, akkor az első egy-két meccs nem jön, akkor azt mondod, hogy nem jött. Mikor ezeknek a srácoknak mondták az én infóim szerint, hogy 10 meccs van hátra, akkor nagyon sokan azt mondták közük, hogy 10 meccs, hagyjuk már, nem probléma. Mikor 5 meccs volt hátra, és még nem álltunk jól, még mindig az volt, hogy de hát jó keret vagyunk itt, 5 meccs. Most pedig egy kicsit, és azért érzek együtt a fehérváriakkal a tekintetben, hogy a csapatukban nem bíznak, hogy most pedig egy ilyen eső után köpenyekben kicsit később felébredni az utolsó mérkőzésre, és ugyanaz van, mint hokiba, pánikba már nem megy. Tehát pánikolva nem tudsz gólt ütni, a pánikolsz, akkor a korong átpattan az ütődön, a labda elpattan a lábadról, pánikolva nem lehet hidegfejű döntést hozni, hogy merre mozogja a pályán, hogy indítasz. Nem nyersz párharcokat, ott a Kodró 11-es egyébként döntő pillanatban, de hozzáteszem a Kodró a legutóbbi mérkőzésen is megnéztem, mert nagyon érdekel a Vidi sorsa, természetesen engem is fehérváriként, tehát ott voltam én még a 85-ös, 84-es meneteléskor is már minden mérkőzésen. Szóval, hogy ott is volt egy olyan zicsere a Kodrónak, amit hidegfejjel egészen másképp várjuk el, hogy megoldjon egy nemzetközi szinten is jegyzett csatárod, akit te azért szerződtettél, hogy húzza a csapatodat és vigye, és a döntő pillanatokban. Ez ugyanaz, mint hokiba. Azért igazolok egy légiós, hogy döntő pillanatokban, mert jobb képességű a magyarnál, jobb lövés van rajta, gyorsabb játékhoz szokott, jobb döntéseket hoz. A Kodrótól ezt várjuk fociban, hozza meg azt a jó döntést, amitől a hálóba köt ki. Ehelyett egy teljesen felesleges, mint a 11-es ugyanaz, egy felesleges elpördítéssel, gyakorlatilag nulla védővel hát, a közelében. Nem hozza előnybe a csapatát, ez óriási ez probléma. Ez a helyzet, amikor ugye tényleg a különböző összeesküvés elméletek, meg a mindent jobban tudók is megjelennek, itt már azért múlt adásban is elhangzott, hogy valójában mit akarnak ezek a légiósok, érdekli-e még őket egyáltalán a klub sorsa, vagy csak az, hogy jövőre ők úgyis szabadon igazolhatóvá válnak, hogyha ugye az NB2-ben nem játszhatnak.
És ha csak egy játékos fejébe megfordul ez, vagy kettőjébe, és ebből lesz egy olyan oda nem figyelés, vagy egy oda nem törődömség, az edzőnek a kifakadása a végén, amit ugye sokan idéztek a sajtótájékoztatóról, nem szalonképes angol kifejezés használt, volt, aki szalonképesen fordította le, de mindegy, tudjuk, hogy nem az. Az, mintha arról árulkodott volna, hogy ő is most döbbent rá, hogy itt azért olyan hibák vannak, olyan elképesztő pillanatokban van fejben gond, amire már egy edzőnek nincs ráhatása. Hát ugye itt jön a sportpszichológusnak a szerepe, amit nem használ a klub. És ugye évek óta mondjuk mi például a VTTV-ben, ugye ez a szurkolói műsorunk, évek óta mondjuk, hogy kell egy sportpszichológus a csapat mellé. És mindig azt lett mondva, hogy nem kell, megoldjuk magunk között, megoldjuk egymás között. Ez a szőnyeg alá söprése a problémának. Ez nem megoldás. Csak annyi, amikor én ugye ott voltam az időszakban, ez talán már elmondhatom, mert nem annyira nagy titok, hogy működött az, hogy az edző oda ment a játékosokhoz, és külön-külön elbeszélgetett mindenkivel, mondjuk, amíg erősítettek a tornateremben, és tényleg volt egy bizonyos, én nem hallgattam még nyilván a beszélgetéseket, csak láttam, hogy történnek, tehát volt biztos, hogy egy bizonyos mélysége, de talán nem az edzőnek a feladata lenne, hogy oda menjen egyenként a játékosokhoz, és megkérdezze, hogy neked mi a problémát, kisfiam, és hogy tudnánk segíteni. Mert voltak ilyen beszélgetések tényleg, hogy bezárkoztak a játékosok, és próbálták megoldani a problémát, de amikor a probléma már túlnő rajtuk, akkor azt már nem tudják saját kútfőből, meg egy kicsit, hogy átprogramozzuk az agyunkat, és így megoldani. És az edzők sem, hiszen most ugye az Zrelekről látjuk, hogy ő gyakorlatilag most már szerintem ő is úgy érzi, hogy bele lett rántva egy kicsit az a slamasztikába. Vagy hogy hát igen, a rajta kívül, vagy az ő hatáskörén kívül történnek a dolgok, bár hozzáteszem, és ezt akartam itt, néhány szurkolói kommentet kimásoltam a oldalatokról. Egyébként szerintem sokszor beszéltük itt, hogy tényleg a csapat teljesítményéhez képest tényleg világbajnokok a szurkolók, még most is. És ez országos szinten jön ez, tehát többi szurkolótábortól jön ez, hogy itt a csapat sokkal nagyobb balhék lennének. A szurkolók nem ezt érdemeljük. Igen, és hogy hol ez a nagy türelem. Más csapatoknál nagyobb balhék lennének, de mindegy, csak azt akartam mondani, és kicsit arra is reflektálva, amit Peti azért fél mondattal már megemlített, ugye az edző felelőssége kapcsán is eltérőek a vélemények, van, aki azt írja, nem lenne baj, ha gyakorolna bármilyen taktikát, vagy legalább egy pontrugás variációt, esetleg ha bármi elképzelés látszan abból, mit akar játszatni, de semmi, mire másik azt írja, hogy ez valójában már régen nem edzőkérdés, a tulajdonos elhibázott döntései miatt tartunk itt, minden más csak okozat, és egy ironikus kommentet a végére az új Galancsi féle kéktúra Moson-Magyaróvártól Nyíregyházáig, ismerd meg hazádat, köszönjük Harpagon úr, ez már ugye az MB2 országjárására vonatkozik, és Galancsi István ismert kéktúra vonzalmára. Nem tudom, hogy valaha lesz-e bármilyen komoly számonkérés, nem tudom, hogy lesz-e, vagy ha nem szurkolói részről, akkor mondjuk a sajtó részről lehetőség arra, hogy föltenni kérdéseket Galancsi Istvánnak és azoknak, akik szakmai döntéseket hoztak, mert hogy Péter is mondta, egy másik klub vezetője, azért megkerülhetetlen személye szerintem, hogy valahol a piramis tetején keressük a legfőbb döntéshozókat. Ezt a kérdést nem akarom megkerülni, tehát ahogy mondtam az elején, hogyha a rád bizott, vagy az általad tulajdonolt csapat nem működik, mert ugye egy ilyen klubnak mi a terméke? A csapat. A csapat teljesítménye, a csapat eredményei, a sikeressége. Ez a mi termékünk, ezzel állunk a szurkolóink elé, és egyébként a támogatóink, a szponzoraink elé is. Tehát nálunk a hokiba ezt rettentesen, következetesen fontosnak tartjuk, és gondolom egyébként, hogy a Videótonnál, mint klubnál is fontosnak tartják. Én ebből indulok hát ki. Ugyanakkor, amiben nekem hiányérzetem van, mondok egy példát, ami az előbb jutott eszembe egyébként a foci világából, persze egészen más kategória, meg szint, de csak hogy érzeketesen majd, hogy mit akarok mondani, hogy van egy Real Madrid, aki nagyon sokszoros BL győztes, ráadásul zsinórban háromszor, és egyébként ő ugye címvédő is, azt hiszem BL-ben most. Most igen, igen. Ezt a klubot az utóbbi néhány évben, amikor ezt a rengeteg BL címet nyerte, legtöbbször nem sorolták a végső győztes kategóriájába. Nem, a nemzetközi szakma úgy ítélte meg, hogy a kerete, annak a összetétele, öregség, teljesen mindegy, nem alkalmas rá. De van valami a Real Madridban, én nem vagyok Real Madridos, de bátran mondom, hogy ez szerintem teljesen igaz. Van valami a klubban, ami benne van a falakban, benne van a Bernabeu stadionban, hogy mi ez a klub, mit jelent ez a klub. És amikor a játékosok ezzel tudnak azonosulni, aki ott van, akkor ez egy
ezen a szintű versengésen, amikor már oda jutnak a mondjuk európai top 4-be, egy olyan pluszt ad, amitől a maga természetességével a mindenkori Real Madrid belülről magát esélyesnek érezve, rettenetes magabiztossággal vág neki ezeknek a párharcoknak, és többszörös BL győztes klubot csinálnak a csapat játékosai, és olyan fordításokat csinálnak, csak azt szeretném, tehát a párhuzamot ott látnám, hogy amiben szerintem meg kell nézni, hogy mindent megtettünk-e Fehérváron a foci csapatnál az utóbbi időben, hogy van-e kialakult és működő identitástudata ennek a klubnak, van-e elkötelezettsége, elköteleződése Székesfehérvár iránt, a közeg iránt, van-e megfelelő lokálpatriotizmus, bocsánat, beleivódva a falakba Fehérváron. Mert ha ez nincs, akkor ez nem fog tudni működni. Az én hitvallásom, arcpolitikám az, hogy egy klubnál, és egyébként ez lehet, mondhatjuk azt, hogy multikulturális városban lévő klub, meg ott nem kell, de hogy nem kell. Most nézzük egy példát Magyarországon, egy Ferencváros, erre lehet azt mondani, hogy nem, de hogy nem. A 9. kerülethez a Fradi kötődik. Azokat a kötődéseket a Fradinál az életbe el nem engednék. Szerintem ez egy óriási hiba, és történelmi, vagy bűn, vagy történelmi hiba lenne, ha Fehérváron ezt elengednék, és úgy gondolnák, hogy enélkül is megy. Mert ha ez nincs meg, akkor a játékosokban ez nem fog beleivódni, és nem érzik át annak a súlyát márciusban, hogy mi lehet májusban. Igen, de itt pont jön a vezetőségnek a szerepe, hogy a Ferencváros vezetőségében olyan emberek dolgoznak, akik régen Ferencváros szurkolók voltak, Ferencváros ultrák, ott játszottak, stb. Nálunk a klubnál sajnos sokkal kevesebb ilyen ember van, és ezt főleg a Őri Mák szokta mondani a VTTV műsorában, hogy olyan emberek dolgoznak a klubnál, akiknek nincs kötődése a klubhoz. Ezt nem én mondom, ezt ő mondja, és az a durva, hogyha megvizsgáljuk, sokkal kevesebb a klubhoz kötődő ember, vagy olyan asszisztens, vagy vezető, mint a Ferencvárosnál. Hát igen, csak az a kérdésem egyébként, hogy mondjuk a Kisvárdában, vagy a Mezőkövesben hány lokálpatrióta van, de nyilván más DNS-ekről beszélünk, más hagyományokról, és az is igaz nyilván, hogy például a Juhász Rolandról mondjuk nem lehet azt mondani, hogy ne lenne fehérvári kötődése, de ezzel együtt, vele együtt, más döntésekkel együtt nyilván valami nagyon nem stimmel. Sajnos lejárt az adásidőnk, azért nem tudunk ennél mélyebben belemenni a témába, viszont megígéretem, hogy fogunk még, és adásidő lejárt ide vagy oda, azért egy mondatot a fehérvári kosarasok is érdemelnek, akik holnap megkezdik a bajnoki döntőt, szegények, és megint a futballisták áldozatává váltok itt az adásban. Viszont jövő kedden, amikor két mérkőzésen túl lesz már az Alba-Fehérvár bajnoki döntőben, biztos, hogy velük fogjuk kezdeni. Addig pedig hajrá szurkolunk nagyon a Falkó ellen a fehérvári csapatnak. Így van, nagyszerű, ahol tartanak, és amit eddig elértek, úgyhogy nagyon drukkolok nekik, hogy visszatérjenek a bajnoki cím megszerzésének útjára újra. Ez most már nagyon közel van. Idei szezon alapján megvan minden esély, hogy bajnok legyen a Falkó ellen. Igen, jó munkát végeztek az Alba most. Abszolút. Jó, és jól is játszott az Alba egyébként. Tehát például a Körmend ellen iskolajáték volt. Egyszerű, továbbra sem szabad kikapni. És kész. Igen. Tessék, hívják Farkas Szilárdot, egyébként a Vidihez is, apró pici kosarakkal megzavarjuk az ellenfél, és a végén megszerzik a könyvgyűrűjét. Minden sporták problémáját megoldottuk, tessék legyőzni az ellenfelet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai adásban, és a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.